foglalkának ez az első kiállítása a Memoir Lakás Galériába, és most felkérem Emmanuel nyissa meg a kiállítást. Az volt a kérés, hogy 18 mondatot mondtak. Én ezt nem számoltam. Igen? Ebben a festők között keresem. Bogi gondolatok 2. Elengedhetetlennek tartom a festészeten túlműködő jelentős művészek gondolatiságának tanulmányozását és megértését, mivel azok meghatározó szerepet játszottak és játszanak a jelenlegi festészeti magatartások alakulásában is. Figyelj, most elmegyek itthonról, holnap után jövök, addig neked kell tartanod a frontot, ahogy nézem, elég fura arcok érkeznek. Egy szombati késő délután csutkára rágott, kiszáradt másnaposan két ajtónyitás között ülök az eligazításon, miközben az érzékeimet próbálgatom a külvilághoz illeszteni. Zárt osztály, felelem bátyámnak kedvetlenül. Akkor te leszel a főorvos. Felkelek, hogy ellenőrizzem a hűtőraktár készletét, nem ismerek senkit. Arra van a bor. És az ajtó már csukódik, a dugó húzódik, én pedig várom a következő kapucsengőt. Szia, szia, sziasztok, Boginak vagyok az akár, kiérte meg a Power, a kicsi, ahogy vesszük, hello, szia, mi már ismerjük egymást, ne arra, hogy nem emlékszem, de rád igen, csak a nevedre nem. Fent vagyunk, fel az emeletre, a bárterembe vagy műterembe, én is mindjárt megyek, csak még felkészülök. A palota két részre osztott bárterme, a már említett emeleten helyezkedik el. A körlépcsőn felérve a látogató a koncertterembe érkezik. Itt a hangszerekkel ellátott zenekari emelvény előtt fonott karosszék, egy Nintendo 64-hez csatlakoztatott videóton Super Color TV, asztali számítógép, valamint egy faszimula kidekorált krétatábla található, melyre a zenekar repertoárját jegyezték fel. A falakon a híres bukaresti szélhámos képzőművésznő Julia Bayer festményei mellett Miley Cyrus innen két szárnyú ajtón keresztül juthatunk a képtárba. A bal készfelé eső panorámaablak római milliótározó udvarra néz. Emellett érdekesség még a legendás, sajnos az idők során kitörött lábú kanapé, a macskák cincálta uralkodói fotő és a posat fehérborban ázó évek alatt sem teljesen elolt rózsaszál. Azonban a művelt látogató érdeklődésének homlokterébe természetszerűleg az a portrésorozat kerül, amely Gép Horváth Boglárka festőművész kezemunkáját dicséri. A képeken nagy, következésképpen többnyire rég halott emberek néznek ki a fejükből. Bogi gondolatok 3. Korunkban a festőnek gondolkodnia kell arról, hogy mit képvisel. Már az emeleten vagyok, az ismeretlen ismerőseimmel, a hangulatom is sokkal jobb, mint amire számítottam, amikor Bogi belép a dupla ajtón, kezében zsíros kenyérrel roskadási pakolt tálca, hóna alatt potkás üveg és már is rajonga köszönti. Egymás után érkeznek az újak, köztük biztonsági tartalékként nekem is néhány közeli barátom, a társaságban pedig lassan mindenki feloldódik. Az érdekes emberekkel történő beszélgetés és poharazás egyik legkellemesebb motivuma, hogy érdekes emberekkel beszélgethetsz és poharazhatsz. A legfurcsább érzés mégis az, ami persze magyarázható az elfogyasztott potkák számával, hogy a falakon függő porték alakjai is, mintha köztünk ülnének. Ezek ki? Nem tudom, én csak Warholt ismerem fel, az meg ott talán Joko Ono. Szép nagy képek, elcsípett beszélgetés töredék. Itt kit zenélnek? Valami meddig, másik elcsípett beszélgetés töredék. Te amúgy így látszik, igen, és tudod hol a bor? Harmadik elcsípett beszélgetés töredék. Meg a menekültek, meg a dohány volt, meg a sokadik elcsípett beszélgetés töredék. Bogi gondolatok 4. A gondolkodás sokszor túllépi a festői érzékenységet. Későre jár már, vagy túl korán, amikor a próbateremben hallom, hogy Bush Misi tömegosztott egy YouTube DJ jóvoltából. 30 éve kész az egész, és levelt a nő, akiről még mindig nem tudjuk, hogy szőke vagy barna, de nekem mégis jobban esik ez most, mint a Ghetto vagy a Tristan Shaw. Nem tart sokáig az élmény, mert mire felesz, mire. Az ismeretlen ismerősök gitárt ragadnak, egyikük beül a dobok mögé, valaki a mikrofon támadja egy megafonnal, a DJ pedig az egészen ráúsztatja a bukott diákot az Elmúlt dinasztia valamelyik tagjának előadásában. A szürreális jelenetnek végül a szomszédok felháborodásával megtámogatott belső ellenállás lett véget. Üsem többen, súnyidődes arra. Bogi gondolatok 5. Állást szeretnék foglalni a festészet jelentősége mellett.
Vasárnap reggel van, furcsa mód a saját ágyamban ébredek, elmosodó emlékképekkel és zúgó hangokkal a fejemben. Valószínűleg táncoltam is az éjjel. Épp csak egy nadrágot veszek fel, hogy ismét felkusszak az emeletre, és igazoljam a gyanút, az ismeretlen ismerősök közül páran még jelen vannak. Pizzát esznek, zenét hallgatnak, beszélgetnek, ókadoznak. Bogi? Nem tudjuk. Elment? Talán. Biztos hazament. Ekkor egy hang, vagy talán több egyszerre kiszól a műteremből. Állást foglal. Figyeli a dokumentumokat, különösen a nem művészi célzattal készült fényképeket, egy kicsit úgy, ahogy némely tájképfestőt a természetet figyelték, és amint egy magától ikonszerűvé vált dokumentumokat visszafordítja a festészet nyelvére. Portrékat fest az általa választott művészekről saját terükben, saját tárgyaikkal körülvéve, miközben a kép szerkezetén és a festés módján keresztül megpróbál érzékeltetni valamit a szellemiségükből. Megrázom magam, barátságosan hazatessékelem a maradék vendégeket, bezárom a műterem ajtaját.